Én nem vagyok pesszimista, én látom ma ezekben a fiatalokban azt a keresést, útkeresést, ami nem föltétlenül abba testesülne meg, hogy elmenni és többet vissza sem nézni. A Modvai Csángó magyarok között láttam ebben az esztendőben azt, ami még erősíti az én hitemet meg reményemet, hogy a felnövekvő nemzedékek nem fognak elmenni, hogy hazajöttek olyan fiatalok, akiknek a szülei már a teljes nyelvesztés határán voltak. A magyar oktatással ők visszakerültek a közösségbe, elmentek, tanultak, dolgoztak, hazajöttek, és ma vállalják azt Moldvában, Bákóban, hogy a Csángó magyar közösséget képviselni akarják. Lehetséges a szemléletváltás, és hogyha megtörtént a szemléletváltás, akkor én szerintem az itthonmaradásnak, az itthon való jövőtervezésnek a perspektívái is megnyílnak.